Sziasztok! Engem Szántó Péternek hívnak, és ebben a videóban a videózásról fogunk beszélni. Konkrétan arról, hogy miért ne hagyd ki a tartalomgyártási stratégiádból, hogy miért nem nélkülözheti a marketing büdzsét. Úgyhogy kezdjük is bele, hogyha még nem találkoztunk, bemutatkozom. Engem Szántó Péternek hívnak, ahogy mondtam, és hogyha négy szóba kellene magamat jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy szeretem a jó élményeket. Ez igaz a magánéletemben, igaz a szakmai életem során. Mindig azt nézem, hogy egy adott szituációból hogy tudjuk kihozni a legjobbat, és a videók pont erről szólnak, egy élményt, egy érzést átadni, azt, amit mi képviselünk, mint egy márka. És talán ez az egyik legjobb módja, ahogy mondják, hogy egy kép többet mond ezer szónál. Hát ugye itt Európában 25 képkockából áll egy videó, tehát akkor nekünk másodpercenként 25 képkockánk van, hogy elmondjunk többet, mint ezer szó. És ez egy adóász. Nem szabad kihagyni. Úgyhogy vágjunk bele! Először hoztam egy ilyen szlájdot, ami validálja azt, hogy miért beszélek én most erről nektek. Az elmúlt 10 plusz évenben digitális marketingesként, stratégaként dolgoztam, és 3 éve elindítottam a YouTube csatornámat, amit, hogyha még nem követtek, mindenféleképpen kövessetek be. És hát olyan érzés volt, mint amikor akasztják a hóhért, ugyanis eddig én mindig másoknak adtam tanácsot abba, hogy hogyan jelenjenek meg online, miket érdemes csinálni. Most pedig én lettem a márka, magamnak kellett tanácsot adnom, kitalálnom, hogy hogy kommunikáljak, hogy találjam meg a hangot, milyen eszközök vannak. És hát persze az elindulás előtt rengeteg kifogással éltem saját magam számára, ezekről is beszélni fogunk. Ez a díja, amit itt láttok, egy ilyen kis vicces, mémes dolog, hogy mit gondolnak az emberek, hogy valóban én mivel foglalkozom, mit gondolok én, és valóban amúgy rengeteget itt a gépem előtt ülök, editálok, vagy egy Zoom call-ban meetingeket tartok, ilyesmi. Na de, mivel mi jó magyarként szeretünk amúgy a problémákról beszélni, kezdjünk azzal, pontosabban a tévhitekkel. Ugye a nagy kérdés az az, hogy miért és hogyan használjunk videót ma a marketing stratégiába, hogy tudja ez segíteni a mi üzleti céljainkat. Ehhez hoztam néhány statisztikát, és mindegyik elé raktam egy hashtaget, hogy melyik terület az, ami miatt ez érdekes. Hát az első az nagyon durva, ami azt mondja, hogy 2022-re az online videók az internet használat 82%-át érik el, ez pedig 15-szörös növekedés 2017-hez képest. A következő az egy trend, hogy a fogyasztók 72%-a inkább videóból ismerkedik meg egy termékkel. Ha stratégiai oldalról közelítjük meg ezt az egészet, akkor elmondhatjuk, hogy a nézőknek a 95%-a jobban emlékszik a márkánknak az üzenetére, vagy hogy miért kerestük mi meg, hogyha ezt egy videóban látja, szemben a 10%-kal, ami írásban van. Folytatva még a stratégiát, hogyha jól definiáltuk a célcsoportot, és jól tudjuk elérni, akkor a nézőknek a 92%-a nagy hajlandóságot mutat afelé, hogy ezt a videót megossza valamilyen közösségi csatornáján, vagy elküldje üzenetben másoknak, akiknek ez érdekes lehet. Ez pedig egy hatalmas erőt képvisel egy blogposzttal, egy cikkírással, egy képpel szemben, mert így igazából még akár olyanok is, akik még nem a fogyasztóink, de kb. A nagykövetünké tudnak válni, hiszen megosztják a mi tartalmainkat, hogyha azok a számukra megfelelő módon vannak elkészítve. A következő nagy kérdéskör, amiért igazából bármilyen online marketinges aktivitást végzünk, az a konverzió. Na most az van, hogy a videóknál ez 300%-os konverzió növekedést ér el a lead forgalom terelés szempontjából, és hogyha ez még nem elég, akkor azokon a landing oldalakon, ahol videó is található, 80%-kal növelik azt a lehetőséget, hogy aki ott van látogató, effektíve megkeres minket, felhív, ír nekünk, interakcióba lép a márkánkkal. Érdemes még beszélnünk a SEO-ról, ugye ez a kereső optimalizálás is. Itt nagyon durva, hogy a Google olyan szinten előnyben részesíti azokat a weblapokat, ahol videós tartalom is van, hogy konkrétan 53%-kal nagyobb a valószínűsége, hogy a Google-nek az első oldalára kerülünk. Ez teljesen arra világít rá, hogy egy videó egy jól elkapott pillanatban
megfelelő képi világgal, ami rezonál velünk, sokkal jobban tud beütni, hogy ilyen szlengesen fogalmazzak, és erre is van egy statisztika, hogy azon nézőknek a 18-35%-a, aki egy ilyen típusú videóval találkozik, azoknak az 50%-a abba hagyja azt, amit csinál, tehát hiába telefonozik, vagy közben bármit matat, abba hagyja és elkezdi nézni a videót. Nagyon durva! Térjünk át a tévhitekre, fontos erről beszélni, ugyanis szerintem rengetegen vagyunk, vagy vannak úgy, akik azért nem vágnak bele, mert túl komplexnek tűnik, bonyolultnak, nem tudjuk, hogy hogy induljunk bele, lehet, hogy már megégettük magunkat, és azt mondjuk, hogy ez nem nekünk való, azt hiszük, hogy ez túl költséges, nehéz belevágni, nem tudjuk, hogy milyen tartalmakat állítsunk elő, vagy úgy vagyunk, hogy áll már úgyis mindenki más is használja ezt, esetleg úgy érezzük, hogy nincs rá kapacitásunk, nem tudjuk beiktatni. Ez nem jó megközelítés. Mindegyikre van egy válasz, mindegyikre, hogyha tényleg akarjuk és kíváncsian, nyitottan állunk hozzá, akkor van megoldás, úgyhogy nézzük meg ezeknek a tévhiteknek az eloszlatását. Kezdve azzal, hogy mindenki más is használja, ez csak önazonosan szabad. Meg kell találnunk a saját hangunkat, és hogy nekünk mi fekszik, olyan módon, hogy nyilván ez rezonáljon a célközönségünkkel. Hogyha arról beszélünk, ugye, hogy költséges és nehéz tervezni, ez büdzsé kérdése, ez erőforrás kérdése, és lehet nagyon piciben, lehet nagyon nagyba gondolkozni, de mindenki, ahogy a saját hangját is megtalálhatja, úgy a saját kereteit is ki tudja alakítani. Nincs kapacitás vagy felszerelés? Ha akarod, akkor van, akkor tudod, az összes többi pedig csak sima, egyszerű kifogás, tehát ezzel nincs is értelme foglalkozni, nyugodtan állíts le a videót, hogyha te inkább a kifogások felé mész. Tényleg nem gond, mert nem mindenkinek való, de ha benned van a vágy, és még itt vagy, nézed a videót, akkor inkább azokat tegyük félre, és keressük meg azt, hogy miért igen, ahelyett, hogy miért nem. Ha pedig olyanok is nézik most a videót, akik mondjuk már megégették magukat, és ezért óckodnak tőle, hát van az a mondás, hogy a legtöbb ember azért nem élhet úgy, mint kevesek, mert nem teszik meg azt, amit a kevesek. És ugye erre szokták mondani azt, hogy mutass nekem egy olyan sikeres embert, akinek nincs kudarca, de közben meg tengerszámra találhatunk olyan sikertelen embereket, akiknek nincsen kudarca. Mert minden sikeres ember előre bukik, és kudarcokon keresztül tanul belőle, nem követi el sokszor ugyanazt a hibát, vagy többször már egyáltalán nem fogja. És a videózás is, mint az összes többi dolog, ugyan ebbe a kategóriába esik. Na de akkor mi a megoldás? Hát mivel videózásról van szó, ezért most itt bejátszok egy rövid videót, ami ad egy ilyen kis feelinget, ezt én csináltam az egyik ügyfelemnek egy valentinnapi kampányra, egy perces, és átad valamit, ugye ez egy Covid helyzetben belül, ami egy értékajánlat, hogyha valaki mondjuk szemüveget szeretne nézni, akkor el tud menni a párjával, és mivel ez egy koktélbárban van, egy koktélt is meg tud inni, amire ugye most nagyon nincs is lehetőség, egy üzenetet, egy egyedi ajánlatot, egy nagyon megnyerő formába, nyilván digitális tartalomra adtunk át. Nézzük meg, utána meg jönnek a megoldások. Hogy tetszett? Megköszönöm, hogyha ezt visszacsatolásba valamilyen platformon, egy levélben, kommentben valahogy megírod nekem. És hogyha már megoldás, akkor, ahogy mondtam, menjünk is bele, ahhoz képest, hogy ez egy elég
jól kitalált storyboardos stratégia és komoly eszközökkel, fénnyel, kamerával, majd a technikáról amúgy beszélni is fogunk, készült el. Itt behoznám Gary V-nek a gondolatát, hogyha nem ismered, nem ismeritek neki egy sok százmillió dolláros reklámügynöksége, digitális reklámügynöksége van Amerikában, egy elég nagy véleményvezér így az online marketinges körökben, és ő mondja azt, hogy document, don't create. Azaz, ne akard a spanyol viaszt feltalálni, nem feltétlen kell, mint amit pont láttatok videó, egy ilyen nagyon-nagyon csili-vili dolgot kitalálni, hanem az is elég, hogyha a márkát, terméket, szolgáltatásod területén dokumentálod, ami történik, és ebből csinálsz vlogokat, Instagram posztokat, Facebookra, bármit, élő bejelentkezéseket. Fogunk beszélni ezekről a formátumokról még, de a lényeg, hogy tényleg csak bele kell kezdeni, mert annyira más az, amilyen volt a múltban, ahogy fogyasztottuk a tartalmakat, lásd csak a statisztikák, amit a videó elején elmondtam, és ami meg most trendben van. Itt bejátszok valamit. America runs on boulevard time. Találd ki, hogy ez micsoda. Bejátszom még egyszer. America runs on boulevard time. Ez volt a világ első TV reklámja. Mi történt, amikor a TV elindult? Eddig két platformot ismertek, rádió, óriás plakát vagy nyomtatás, és ezt a kettőt tették egybe, hiába lehetett volna mozgókép, beraktak egy képet, és felmondtak valamit hanggal, ugye. Szerintem most az, hogy milyen tartalmat készíthetünk, és a technológia, a digitális fejlődés, az embereknek ugye az egyre csökkenő figyelemfaktora által még nem is tudjuk, és lehet, hogy egy pár év múlva, pár tíz év múlva úgy fogunk nevetni, akár az én videómon is, hogy mennyire old school dolgokat csináltunk, mint ahogy most furcsán nézzük a világ első TV hirdetését. Úgyhogy kontrasztként berakom az említett Gary V-nek egy napnyi sztoriát, amit kirak Instagramra, hogy mennyi minden történik ott. Beszél itt, hogyha megnézzük arról, hogy hol fog fellépni, milyen eseményeken, hogy Facebook Live-ol, hogy megjelent az új YouTube-on a vlogja, hogy amúgy az édesapjával csinál egy boros műsort, az, hogy éppen egy magazinban megjelent róla egy cikk, van ilyen behind the scenes, háttérbetekintés, hogy éppen aktuálisan mi zajlik az irodába, de vannak ugye ilyen jó mondásai, mint a document don't create, tehát ilyenekből csinál háttérképeket, amit telefonon be lehet állítani, azt is mondja, ezt le lehet tölteni, és mindez egy platformon 24 óra alatt ennyi tartalmat gyárt. De akkor mi a megoldás? A legfontosabb, hogy legyünk önazonosak, karizmatikusan tudjunk fellépni, találjuk meg a saját hangunkat és azt a platformot, azt a módot, amin a legkényelmesebben számunkra a legjobb módon tudunk a saját célközönségünkkel interakcióba lenni. Tanuljunk meg sztorikban gondolkozni, és sajátítsuk el a tartalomkészítésnek az alapjait, vagy akár megbízhatunk egy szakértőt, kvázi mint egy edzőt, aki segít minket ebben, és az, ami nekünk könnyen megy, házon belül megoldjuk, amiben meg kell, külső segítséget is igénybe tudunk venni, és ez lesz a leghatékonyabb tanulási folyamat, és még költségileg is így juthatunk be. Aztán nyilván időről időre ezt lehet mérlegelni, hogy már magunk tudjuk csinálni, vagy pont nem akarunk rá időt szenni, és még jobban kiszerveznénk. Ez majd idővel eldől, hogy van, de ha megtaláljuk a saját hangunkat, merünk csinálni, megtanulunk sztoriba gondolkozni, akkor menni fog a megfelelő csapattal, segítséggel együtt. Na de hogyha már sztori. Vajon ez a pókember estét gondoltam, belemegyek, hiszen az egy sztoriról szól. Akiket most kirakok ide a kijelzőre, mint egy slide, őket Neistat Brothersnek hívják, és az egyik srác Casey Neistat, képzeljétek el, hogy ilyen 20 évesen a világ tetején voltak, az HBO megbízta őket, hogy örökítsék meg a mindennapjaikat, és egy ilyen heti sorozatot, reality sorozatot csináljanak. Na hát az a durva, hogy ez egy óriási bukás lett. Miért? Mert nem megfelelő időben, nem megfelelő platformon voltak. Ez az ilyen, hát mert ugye ez micsoda, ez egy vlog, ez a vlogszerű dokumentálás, amit Gary V is mond, nem működött HBO-n egy network hálózaton, és ahhoz képest, hogy ez egy bukás volt, Casey Neistat kb. A vlogolásnak az atya, és 2015-től jó pár évig napi vlogokat csinált, és
Amikor először beszéltem róla egy előadásban, egy konferencián, akkor 7 millió körül volt a feliratkozója, és már bőven átlépte a 10 milliót, ha jól emlékszem, ilyen 12 milliónál tart. Ha megnézzük ezt a srácot, nem különleges, még azt is mondhatnánk, hogy ilyen hülye, ronda feje van, furcsa ruhákban van, nagyon furcsa a stílusa, és tényleg a furcsa a legjobb szó rá, de mégis azért tudott sikeres lenni, mert autentikus, önazonos, felvállalja a hülye ruháit, vagy itt van ebben a smokingos ruhában, egyszerűen ez az ő image, és bevállalja azt, hogy ilyen, és ettől válik sikeressé, mert megtalálta a saját hangját, ezzel karizmatikus, a megfelelő platformon van, ugye ő YouTube-on, és ott dokumentálja azt, ami vele történik. Menjünk tovább példákkal. Ez segíteni fog abban, hogy kicsit erre a storytelling gondolkozásra rá tudjatok érezni. A következő példa egy Ritz-karton, kaliforniai Ritz-kartonról szól, ahol volt egy család, hétvégén nyaralt, és a kisgyerekük Elmót ott hagyta, és felhívta az apuka őket, hogy hello, bocs, ott hagytok, el tudjátok-e postázni. Nyilván ezt nagyon egyszerűen megtehették volna, de ahelyett, hogy csak simán visszaküldték volna, csináltak egy ilyen brosúrát, és megmutatták, hogy Elmó hogy érezte magát, és leírták, hogy ne aggódjon a kislány, mert Elmónak nagyon jó időszaka volt, masszázson volt, napozott, új barátokat talált, és az is lehet amúgy, hogy emögött az egész mögött egy PR aktivitás van, de tévén számoltak be, rengeteg megjelenés lett, hogyha megnézzük, konkrétan 735 ezer Google találat van ebben, ami eszméletlen sok, hogy ennyit tudott elérni egy ilyen kis gondolkozás, hogy sztoriba raktak egy adott helyzetet, és mindig tudunk az életnek a helyzeteire reagálni. És itt jön be a karizmatikusság, a saját stílusunk, hogy ki tudunk-e találni valamilyen más szöget, amivel egy adott célközönséggel rezonálni tudunk. Hoztam ide is pár példát, amit a bal oldalon látok, az egy konferencia Helsinki-ben novemberben, és az van odaírva, hogy semmilyen épeszű ember nem volt novemberben, nem menne Helsinki-be, de te nagyon tökös vagy, te eljöttél, gratulálunk. A másik, amit ki szeretnék tenni, ez itt jobb oldalon van, az egy hotelnek az állat, kisállat policia, hogy lehet-e hozni kisállatot, és azt mondja, hogy kutyákat szívesen látunk ebben a hotelben, még sosem volt olyan kutya nálunk, aki dohányzott volna az ágyba, vagy felgyújtotta volna a paplant lepedőt, nem volt soha olyan kutya nálunk, aki ellopta volna a törülközőket, vagy túl hangosan üvöltette volna a tévét, vagy túl hangosan veszekedett volna azzal, akivel nálunk megszállt. Sosem volt nálunk olyan kutya, aki annyira berugott volna, hogy valamit, egy bútort eltört volna. Szóval, hogyha a kutyát tud érted kezeskedni, akkor téged is szívesen látunk. Remélem, hogy mosolyogtok, ahogy ezt halljátok, mert pont ez a megmosolyogtatás, nekem van kutyám, és ki is rázott a hidegettől, mert azonosulok vele, és ez nagyon-nagyon jó. Következő példa az egy vasútállomáson, egy kérás, nyilván mindenhol ki van írva, hogy ne menjünk a sinekre. Itt egy kicsit megspékelték, és azt mondják, hogy ne menjél a sinekre, hiszen az csak vonatoknak való. Ha ezt el tudod olvasni, akkor nem vonat vagy, ember vagy, ne menjél oda. Következő példánk az pedig egy nagyon jó label, egy ilyen matrica, egy boros üvegen, ami azt mondja, hogy ne engedd, hogy ez az üveg arra szolgáljon, hogy felhívd az exedet egy szánalmas próbálkozásba, hogy újra összejöjjetek, hiszen néhány nagyon jó minőségi szőlő adta az életét, hogy ez a bor elkészüljön. Úgyhogy mutass némi tiszteletet. Átjön, értitek? Ezek azok a sztorik, amikben lehet gondolkozni. Most pedig berakok néhány videómat, hogy bemutassam, hogy én miket csinálok. Ugye már láttatok egy ilyen krimi bírólos dolgot, ami mondjuk egy hirdetés, konverzió, ugye a Tipton esetében ez arról szólt, hogy gyertek el, vegyetek szemüveget, vagy nézessétek meg a szemeteket, és közben koktélozzatok. De például a saját márkámnak úgy, hogy én mondjuk egy ilyen digitális marketinges startupper vagyok, én napi vlogok helyett heti vlogokat csináltam, megmutatom, hogy milyen például egy heti vlognak a stílusa, illetve van egy interjú sorozatom is, amit villámkérdéseknek hívnak, általam sikeresnek tartott, vagy ismert, vagy elismert szakemberekkel készítek videókat, és
és ugyanazokat a fix kérdéseket teszem fel, lényegében azt boncolgatjuk, hogy hogyan jutottak el oda, ahol ma tartanak, milyen gondolatok, milyen vezérelvek mentén. És amit be fogok rakni Istenes Bencével egy interjú, illetve Flor Tomival, ami abban is nagyon érdekes, hogy hogyan tudsz autentikus lenni, és Bencében szerintem mindig benne van egy ilyen pajkosság, és egy olyan részt vágok be a beszélgetésből, ahol úgyhogy elég hideg volt, amikor felvettük a videót, és teljesen kizökkentett engem a beszélgetésnek, a vezetőjének a szerepéből, hiszen egy olyan kérdést tett fel, ami tök rával, és nekem meg le kellett ezt reagálnom, és itt mind a nevetést, mert Flor Tominak is van egy szerintem egy ilyen karakterisztikus nevetése, meg a stílust, amit fel lehet vállalni, és képviselni is kell, és az sem baj, mert hogyha megnézzük ezeknek a srácoknak 10-15 évvel ezelőtti bármilyen videóját, hát közel sincsenek azon a szinten, ahol most vannak, tehát fel is lehet vállalni, hogy igen, ez egy fejlődés, és lehet, hogy pont azt dokumentáljuk, ahogy eljutunk oda. Én egyáltalán nem vagyok például egy profi videós, ahogy most is beszél, csomó hibát vétek, lehet, hogy a szlájdokon is, amit kiraktam, vannak hibák, de a fejlődésem, és már én is elmondhatom 3-4 év videózás után, hogy ahhoz képest, amik ott voltak, egyáltalán tényleg durva, hogy mekkora minőségi különbséget tudtam elérni, de ez csak azért lehet, mert csináltam, és dokumentáltam ezt az utat. Nektek is ezt javaslom, hogy csinálni. Na most nézzünk meg ugyanúgy krimi bírólt, vlogot, interjús helyzeteket is. Sziasztok! Szántó Péter vagyok, és a YouTube csatornámnak az életében először napi vlogolni kezdek. De akkor hogy jött nekem az, hogy könyvet írjak? Hiszen én nem vagyok író, fogalmam sem volt arra, hogy hogy kell könyvet írni. Jogosan kérdezheted, hogy hogy jutottam el addig, hogy a HVG mégis kiadja a könyvemet? Hát... Nagyon komoly bizniszt építettél fel, és ez tudás kell, hogy ez az egész elnöki ügy Kft., hogyha jól tudom, működjön. Igen. Ami... Nem fázol? Nem. Remek. Lehet, hogy annyira. Odaadjam a kamimat? Ne, tudj, a végén ez a három kabátban ülök itt. És egy kis tüzet rakunk itt meg valami. Hány kérdés van? De jó ötlet volt, hogy szabadba csináljuk. Hogy tetszettek? Megint csak, hogyha bármi gondolatod van, kommentben, e-mailben, instán, írd meg nekem, kérlek. Még egy videót belerakok az említett Casey Neistattól, hogy tényleg ez a világban történő dolgokra csak reagáljunk. A srácot megbüntették azért, mert nem a biciklisában bringázott New Yorkban, és mondta, hogy nem tud, mert el van zárva, a rendőrt nem érdekelte, adott neki egy bírságot, ahelyett, hogy feltavolna volna az agyát Casey, csinált erre egy videót, és bemutatta, hogy mennyire nem lehet New Yorkban biciklizni. Nem akarom az egész videót betenni, a végén egy pluszpoén, hiszen ugye a rendőrök büntették meg. Beszéljünk kicsit a technikáról. A technika nem számít. Fontos, hogy jó legyen a hang, én is mindig dolgozom ezen, meg fontos, hogy jó legyen a képi világ, de ami a zsebünkben van, telefon, tökéletesen alkalmas arra, hogy elkezdjük. És ahogy el szeretnénk kezdeni még javítani a vizuális minőségen, hogy drónfelvételeket rakunk, hogy jobb kamerát, jobb fényeket, jobb hangot alkalmazunk, az nem számít annyit, mint az, hogy milyen sztorit adunk át, hogy hogy kapcsolódunk a célközönségünkhöz. Ez a legfontosabb mindenben. Csináltam, iPad-en így rajzoltam egy ilyen kis gráfot, és hogyha megnézitek, az, hogy mekkora minőségbeli ugrást tudunk elérni egy eszközzel, vagy az árba mennyiben kerül többe, az exponenciális, illetve pont az ellentétje az exponenciálisnak, tehát van a zsebünkben egy iPhone, egy jobb kamerás telefon, már nagyon jó 4K-s minőséget el tudunk érni.
elköltünk kétszer annyit, érdemes mondjuk akkor egy Sony ZV-1-be gondolkozni, ami pár dologban jobb lesz, de nem lesz kétszer jobb. És hogy elkezdünk menni mondjuk 1, 2, 3, 4 milliós eszközökre, Canon R6, Sony A7S3, én például azon forgatok, vagy akár ilyen cinema kamerákkal, mint Red forgatunk, hiába kerül 3-4-5-ször többe, mint mondjuk egy Sony ZV-1, vagy az iPhone-unk, ami amúgy sok minden másra is használható, nem fog 5-ször annyi, vagy olyan minőséget adni számunkra, csak lehet, hogy ahogy majd fejlődünk az életünkbe, azt érezzük, hogy mi már szeretnénk, hogy mondjuk olyan minőséget el tudjunk érni, például ezzel a Sony kamerával, amivel én forgatok, hogy ennyire el legyen mosva a háttér, hogy 4K-ba tudjak 120 FPS-ben lassított felvételeket csinálni, hogy tényleg drónnal bemutassak valamit, de attól még, mert ilyen a háttér, hogyha nem jó az üzenet, ha nem jó a tartalom, amit nektek átadok, akkor nem számítanak ezek. Hiába rakhatok be drónsátokat, meg hyperlapseket, bármi ilyesmit, nem azért fogják megnézni a videót, mert ilyen, hanem azért, mert rezonálnak vele. Úgyhogy csak akkor költsünk ezekre, hogyha már validáltunk valamit, és érezzük, hogy van kedvünk, amúgy meg fel lehet fogadni azt az edzőt, ahogy meséltem neki, feltehetőleg olyan kamerapartja van, meg olyan tudása, amiben meg ezt tudja biztosítani az elejétől is, és itt tényleg az a legfontosabb, hogy amire költsünk, áldozzunk, az az, hogy tesztelünk, hogy megtaláljuk a mi hangunkat, a célcsoportunkat, és ezt tényleg pár hónap alatt ki tudjuk deríteni, és sokkal jobban megtérül az, hogyha mondjuk ezt egy külsős partnerrel megcsináljuk, aki megtanít minket úgy, ahogy egy személyedző például a konditeremben, vagy úszni, vagy focizni, vagy bárhol. Ugyanez a logika, és csak később költsünk. Ez alól talán egy kivétel, a hang, tényleg 10-15 ezer forintért lehet venni egy ilyen csiptetős mikrofont, amit, hogyha elkezdünk telefonnal felvenni, azt bele tudjuk, össze tudjuk kötni. A hang az fontos, tehát mindenki azt mondja, hogy lehet, hogy nem olyan jó a videó minősége, de hogyha a hang rossz, lehet bármilyen jó minőségű a videó, nem nézik meg. A következő pontunk az pedig a tartalom típus egy ilyen összefoglalás szintjén. Ugye, ahogy mondtam, lehet vlogolni, dokumentálunk itt behind the scenes dolgot, vagy csak valamilyen gondolatot elmondunk, live-olhatunk, és aztán persze vannak, amit mutattam például a Tiptonnál, egy ilyen creamy b-rollos image videó, de a lényeg, hogy mindig legyen egy CTA, azaz call to action, tehát tudjuk, hogy miért csináljuk ezt a videót, és azt mondjuk el, irányítsuk a nézőket, hogy ezt és ezt szeretnénk, hogy csinálják meg. És ezt most nagyon jól bemutatom zárásként is, mindezegyben megköszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Írtam amúgy egy könyvet, ezt szerettem volna még elmondani. Én márka, az autentikusság, nagyon sok olyan praktika van benne, amit egy videózáshoz is tudtok használni, de amúgy az élet területéről hatékonyságnövelés, lifehack-ek vannak. Nézd bele a könyvembe, ha gondolod. És amúgy van egy YouTube csatornám is, remélem tudjátok. Iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, és osszátok meg, hogyha tetszett. Ugye ez a CTA, amit szeretnék kérni, és hogyha a szántó.co-ra felmentek, megnézhetitek, hogy mivel foglalkozom, és akár egy ingyenes konzultációt is tudtok foglalni. Ugye ez is egy CTA, és ez a lead generálásnak, amit én tényleg nagyon szívesen adok ingyen, tehát autentikusnak is érzem, és nyilván az fog jelentkezni például, aki megnézte ezt a videót, aki érzi, hogy én tudok neki valamit segíteni, akár lesz belőle üzletem, akár csak beszélgetünk, ez egy jó fanel, és szívesen segítek, mert hiszek a visszaadásba, de az is lehet, hogy mind a kettőnk számára egy nagyon előnyös üzleti dolog össze tud jönni, és ne felejtsetek feliratkozni a YouTube csatornámra. Köszönöm, hogy itt voltatok, szia, sziasztok!